filmünket támogatta a Carp Zoom, a YouTube csatorna tagok és a szentesi baromfi húsbolt. A helyszín biztosította a Móri Ezer Jó Horgásztó. Ezúttal ismét horgászatra adtam a fejem, s a fő célom az volt, hogy megdöntsem a 14,5 kg-os pontrekordomat, amit hol máshol is tehetnék meg, mint ahol beállítottam azt. De sajnos az odavezető út ismét megviccelt. Élménypeca a Móri Ezer Jó Horgásztagon. Behozott itt egy kis útra, ahol nem lehetett tovább hajtani, akkor a sátenger volt meg minden, hogy ott szerintem azt hitt, hogy traktorral jöttünk, vagy én nem tudom micsoda, úgyhogy most kimegyünk innen és tovább megyünk az úton, mert én tudom, hogy hol van az a bejáró, csak rövidíteni akart, úgyhogy na mindegy, de ez nem jött össze. Kis idő után végre sikerült megérkeznem az Ezer Jó tóhoz, ahol kedves barátom és horgásztársam Martin fogadott, aki azonnal átvette a cuccolás nehézségeit. Nagyon menő dolgom van, nem kell kézzel húzni a piszitoszi kocsit, hanem itt viszik nekem. A párommal együtt, aki egyben a segédoperatőröm, lassan elérkeztünk a lakhelyünkhöz, a hatos faházhoz, ahol 4 ágy, légkondi, hűtő és asztal gondoskodott a kényelmünkről. A kipakolást követően gyorsan ránk sötétedett, s alig, hogy felcsalisztunk és behúztunk 3 botot, Martinnak sikerült megakasztani az első halat. Valami történik. Nem érzed mekkora? Nem lehet megsatszolni. Hát nem merem. Nem mered? Nem merem. Na majd kiderül. Martin tovább fárasztotta a halat. Még nem. De szépen hajlik. Nagyon szépen hajlik a bot, azt a mindenit. Beakadtál? Be. Francba. Pedig olyan szépen hajlott a bot. Még rajta volt a hal az előtt. Ezt nem hiszem el. Miután a hal kijött az akadóból, sikerült megszákolni. Nagyon szép, azt a mindenit. Nagyon szép kis potyeszt fogtál. És jaj, most nézem az én jó kis meditőmmel. Vetted ki a kis Carp Zoom-massá. Legjobb. A legjobb. És ja, és még a, igen, és még ráadásul a izé is, a pontybölcső is, meg sőt még a miért az is Carp Zoom-os. Hát nagyon össze vagyunk rakva itt. Hát ott még nem volt megbeszélve. Nagyon szép vagy. Másikat is viszi. Igen, tiedet vagy ez? Szóljál, most komolyan? Komolyan. De ne, elengedte. Jól indult a horgászat ezzel a nagyjából 12-13 kg-os ponttyal, amit újabb követett. Valami megakadt, de olyan jó kis puha ez a bot, hallod. Ez másabb, mint amit a múltkor fogtam. Ugye a 6. részben használtunk egy ilyen boldis botot, ilyen kölcsönbot volt, az ilyen sokkal merebben volt. Ez kicsit ilyen féderes feelingje van ennek a... Hoppá! És leakadt. Ezt nem hiszem el. Na most azon is kapás van, vagy mi? Na most akkor másikat is. Be kell gyorsan. Na akkor ez van meg. Szuper. Martin, azt kitekered nekem? Azt mondjátok, hogy nagy össze gabajodjon. Elszakadt vagy? Szerintem elszakadt a zsinór, vagy nem tudom. Na mindegy, az előbb ott tartottam, hogy egy kicsit ilyen féder feelingje van ennek a botnak. Én nagyon szeretem a féder botokat, és én például azért nem is csipázom annyira a boldis botokat, mert túl erősek, és nem érződik rajta úgy a hal. Viszont ez most valahogy olyan másabb. Ez így ezért tetszik. Tényleg egy kicsit olyan féder feeling. De szép is hal lesz rajta, úgy érzem. Jól úszik. Hát igen, ez a orsó már fárasztott harcsát is, úgyhogy ennek ez nem okoz gondot. Igen, lehet az előbb túlságosan erősre volt állítva a fék, mert nem állítottam vissza szerintem. Sikerült kifognom az első pontyomat, ami nagyjából 9 kg-os lehetett, és tigris magyaróra jött. Gyorsan kivettem a szakáll nélküli horgot, majd a fényképkészítés után visszaengedtem. De gyorsan elúszott.
Maradt még benne erő, úgy látom. Na hát, ha jön még egy. Köszönöm szépen. A közben kiderült, hogy miért szakadt el a zsinórom, és veszítettem a szép kis halacskámat. Ugye, amikor én leszoktam venni most az olsókat, úgy szállítottam ide, és a zsinór az bele volt húzva a klipszbe, hogy ugye ne pöndörödjön le véletlenül se az olsóról, és ott szakadt el igazából ez a zsinór, mert most megnéztem a szakadás helyét, ugye, és ott el volt nagyon lapulva, és ugye ott volt ellapulva, amikor én ezt valószínűleg belehúztam a klipszbe, úgyhogy ez az én hibám volt, nem a zsinóré még véletlenül se, úgyhogy ez van, erre oda kell tényleg figyelni, hogy ne ott kössük meg a klipsz előtt, mert akkor ez előfordulhat. Na mindegy, úgyhogy azóta még fogtunk pár ilyen kisebb pontyot, idézőjelesen, mert csak ilyen 5-6 kilósok voltak, azt nem kameráztuk fel, nagyjából egy óra hosszát fogunk horgászni, aztán utána lefekszünk és alszunk, azt majd holnap folytatjuk tovább. Miközben Martin behúzta a második botját, én némileg megnyugodtam, hogy nem az új zsinórommal van a baj. S annak tudatában várakoztam a következő kapásra, hogy a szerelékem hibátlan. De nem volt az. Itt van egy gomb, az, de most veszi fel, mert villog a piros, azt ennyi. Ja. Ahogy tudod, úgy fogod. Na, leakadt. Na, az a Murphy törvénye. Ugye most elfárasztottam a halat, de a párom pont elment, és most nincs itt. És mondom, Martinnak bekapcsolom a kamerát, hogy ő ugye majd tudjon kamerázni. Csak addig odaadtam neki a pecámat, amint visszavettem ugye a pecát, és ő ráfogta a kamerát, most meg leakadt. Úgyhogy még ez is egy szép pont. Na, volt. Ugye így jártunk. Na mindegy. Ha villog, akkor megy. Nem, értileg. Na most megint megpróbáljuk az előbbit. Most Martinnak odaadtam a kamerát, gyors bekapcsoltam, addig ő fárasztott, és most visszaadta. Ez is most valami nagyon szép. Kb. 10 perc telt el egyébként, hogy elmondjam. És nem gondoltam volna, hogy itt ennyire könnyű, és ilyen gyorsan lehet halakat fogni. Eszméletlen, hogy most hogy mennek itt a halak. Komolyan egy 5-10 percenként van kapás. És ilyen 6 kilóstán a legkisebb, amit fogtunk, és fel se tudtuk kamerázni, mert volt, amikor együtt fogtuk a halakat, és a párom az most pont nincs itt, mert elment valahova. Mindegy. A lényeg, hogy van rajta valami szép. Nem mondod. Meg. Na akar. Igen. Szomorú vagyok. Leakadt szegénykém. Azon gondolkodok, lehet, hogy túl kicsi a horog. Nagyobb horgot kéne rárakni. Na most 6-os horoggal horgászunk, ugye, mert finom szerelékes pecát próbálunk bojlinál. Úgyhogy lehet rakok rá egy kicsivel nagyobb horgot, és akkor nem lesz ennyi leakadás, mert ez már nem is tudom, hanyadik akadt le, úgyhogy mindegy, ez van. Na, és megint ráment. És végre eljutottunk odáig, hogy egyetlen egy szelet pizzát tudtunk felmelegíteni a mikróba, mert mióta megjöttünk, egyszerűen nem jutottunk odáig, annyira sok hal jött. Most Martin jó járt, mert ő már eszi a pizzát, pizzaszeltet, de én még nem bírtam egyet senni, úgyhogy de nem baj, boldog vagyok, mert legalább jön a hal. Úgyhogy most annyit változtattunk a szereléken, mert ugye rájöttünk, összehasonlítottuk, hogy milyen horoggal horgászunk, és kiderült, hogy az én horgaim sokkal kisebbek. Úgyhogy érdekes módon viszont a számozása az ugyanakkor, úgyhogy ebből is látszik az, hogy ahány cég annyiféle méret, horogméret, úgyhogy az ember, hogyha vesz horgot, jobb, hogyha megnézi a élőbe, és akkor az alapján ítélje meg, hogy mekkora horogra van szüksége. De itt van, már nincs messze. Nem lesz olyan túl nagy, de nagyon szépen úszik. És tényleg olyan jó ez a bot, neki annyira rugalmas. Azt tetszik benne, bold is bothoz képest, olyan lágy. Nekem ezt tetszik. Nem olyan merev. Ott van. Na és hát ez a, úgy látom, a Zeperre jött, a Zeper Wafters. Kis boilira. Mini boilira jött a Zepresre, de szép ez is azért. Jó van.
Na jó legyél. Köszönöm az élményt. Ez egy nagyon jó sporthal volt. Nagyon jól úszott. De szerintem a mai este utolsó hala volt, mert szerintem itt az ideje kicsit lefeküdni, aludni. Holnap is nap van. De eddig nagyon jók vagyunk. Szerintem ez volt, nem is tudom, a 7., 8. Martin, ott valahol járunk. Meg leakadt még kb. 5 nekem, de most már nem fog több, mert hogy jó a horog, akkor minden jó. Következő reggel Tigris Magyaró és Epres Mini Pop-up kombót raktam az egyik csalinak. Etetésnek pedig az eddig is használt 2 lapát fő Tigris Magyaró kukorica keveréket, amit etetőhajó segítségével Martin bevitt a kívánt helyre. Másik csalinak 10 mm-es Carb Zoom Galactic Dual Waffle-t raktam édes kukoricaeper ízesítéssel, amit szintén etetőhajóval vittünk be. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, mert kora reggeltől esett az eső, ami lassacskán eláztatott mindent. Reméltük, hogy a halak tegnapi kapókedvére ez nem lesz hatással, miközben Martin is én köztem kisebb verseny bontakozott ki. A tiédbe többet raksz, jól van, ma látom, már csalsz. De a tiédbe 3 lapáttal raktál, az ennyibe csak... Nem, csak viccelt. Nézd, már csal, már versenyt hirdetünk, és már egyből izé. Már csal, nézd. Ilyet. Néhány perccel később, mikor Martin még éppen, hogy csak a második csaliát kezdte el behúzni, nekem megérkezett az első halam. Most akartunk reggelizni, de egyszerűen hihetetlen. Még Martin nem tudta behúzni a sajátját. Mondom, berakjuk, és akkor gyors kajálunk, de nem. Már ott csinálj, tekerj. Így, de megindulok. Olyan szép színe van ennek az, amilyenek. Ezúttal kb. 10 kg-os pontyakat a horgomra, amit a fejem felett lévő fa miatt elsőre nem tudtam belehúzni a merítőhálóba. Így odébb helyezkedve meg kellett várni a következő lehetőséget. Közben Martin már kifogja a másik halomat. A reggeli első. Még én visszaengedtem a pontyomat, addig Martin a másik botomon lévő halat fárasztotta. Ide adja, mert így is kicsi, ha nagy lenne, nem adta volna ide. Nem, ennek is van súlya, jó lesz. Ez jó lesz. Ez jó. Remélem, nem döntöm meg. 10 kg fölött. Ez 10 pluszos lesz? Igen, érzem a súlyát, ennek van súlya. A másik az, még ez is olyan 10 körül volt, amit most fogtunk. De ez nagyobb lesz szerintem is. Na, majd kiderül, ha kimerül. Fogalmam sem volt róla, hogy mekkora halat fárasztok. De az biztos, hogy ez is a sziget melletti akadóba próbált megszabadulni a horogtól. Eddig a legnagyobb halak mentek el nekem. Mindig vagy ugye, ez egy kicsi volt, a horog leakadt, és most meg ez beúszott az előbb valami akadóba, mert beakadtunk kb. 1 percig. Már Martin akart segíteni, elővette a csónakot. Már elkezdett beindulni, mikor végre kiakasztotta magát a hal, úgyhogy most fárasztjuk tovább, és meglátjuk, hogy ez mekkora lesz az eddigi legnagyobb. Mert ebben biztos vagyok, hogy ez lesz eddig a legnagyobb. Mivel a bot jól közvetítette a hal súlyát, ezért biztos voltam benne, hogy kapitális méretű hallal van dolgom, amivel talán sikerül megdöntenem az eddigi 14,5 kg-os pontrekordomat. Iszkulok. De iszkulok? Lehet meg lesz döntve a rekordom? 14,5 kilós? Nem. És úristen, már ilyenkor a reggel, nem állj, mi lesz még ezután? Milyen rekordokat kell még utána megdöntse? Hát ez szerintem meg lesz. Úgy látom, hogy ez meg lesz. Bőven meg lesz. Úristen, mekkora hal! Jézus ereje! Sikerült egy darab 10 mm-es édes kukoricaeper ízesítésű waffle-szel megfogni a második halamat, aminek kapitális méretét látva biztos voltam, hogy sikerült megdöntenem a pontrekordomat. Már csak az volt a kérdés, hogy mennyivel? Mennyi most itt? 20 és fél. 20 és fél? Úgyhogy ez benne van, úgyhogy 19 is.
19 kiló kb. Úristen! Hát, hihetetlen. Alig akartam elhinni, hogy ilyen gyorsan sikerült megdöntenem a rekordomat. Hihetetlen élmény. És mivel mind a két botom kint volt, úgy döntöttem, hogy megreggelizek. Annyira megy a ha, hogy most nem merek bedobni, mert nem tudok enni, úgyhogy most addig nem lesz bedobva, amíg végre nem tudok enni egy jó reggelit. Ilyen se volt még életemben. És lehet, hogy nem is lesz többet, mert mielőtt reggelizhettem volna, Martin ismét egy újabb halat fárasztott. És még mindig nem volt időnk reggelizni. Minden nézzétek, már tényleg nem se dobtam ezt a két botot, mert mondom nem, mert mindig jön a hal, és úgyhogy most Martinnak sikerült fogni egyet. Én egyszer nem jutok el oda, akkor megegyek egy pizzát. Nem baj, úgyhogy Martin, ezt nem dobhatod vissza most. Először együnk már egyet végre. Hihetetlen. De a halak nem pihentek, mert Martin másik botját is megtalálták. De nem hagynak minket enni. Már mind a négy bot kint lesz, úgyhogy most már tudja, hogy tudunk majd enni. Nincs itt szebb látvány annál, mikor mindkét botunkra jön hal. Főleg, ha van ki segítsen kifogni a másikat. Mivel Martin hala igazi sporthalként küzdött, ezért én megelőzve őt kifogtam egy szép tükröst. Gondosan befújtam a száját sebfertőtlenítővel, majd miután a Martin hala ismerítőbe került, elkészítettük az első kettős fogásról készült képünket. A nagyjából 12 kg-os pontyokkal. Dupla fogás. Hihetetlen. Na, úgy látom másik pontbölcsőt is most már ki kell rakni. Nem elég egy pontbölcső. De a lényeg az, hogy most már végre mehetünk pizzázni. Most már mind a négy bot ki van véve, úgyhogy most már nem lehet kapás. Sziasztok! Most itt vagyok harmadjára, ezer jó tavon, ugye Móron. Először akkor volt, amikor a hatodik részünkben, ugye a Boris horgász filmünket forgattuk, hát akkor, mint láttátok, az annyira sok halat nem fogtunk. Utána jöttem még egyszer ide, akkor, most akkor többet fogtam, ha jól emlékszem, és illetve akkor sikerült megdöntenem az addigi pontrekordomat, ami 12 kilós volt, és itt sikerült 14,5 kilósra ezt megdöntenem. Egy tükörpont volt, igen. És egyébként, ja igen, itt van mellettem Martin, be akartam mutatni, csak egy kicsit később, nem baj, de szóval itt van, ő lesz most egyébként a segítőm, és most abból az ügyből vagyok itt, vagy annál azoknál fogva, hogy meg akarom dönteni ezt a 14,5 kilós rekordomat, amit egyébként, mint láttátok, sikerült is, mert eddig ugye nem volt időm se bejelentkezni, mert este felé érkeztünk meg, és igazából még horgászt is akartam tegnap nagyon, de gondoltam, bedobjuk egy másfél órára, és hát az lett belőle, amit ugye láttatok is. Úgyhogy most a reggel is rendkívül jól indult, itt mindig ennyi halat lehet egyébként mostában fogni, vagy most nagyon kifogtunk valamit? Hát most szerintem nagyon kifogtuk ezt a pillanatot, de van, hogy megindulnak. Ha, azért, mert én még életemben ennyi halat így ilyen hirtelen nem fogtam, sőt ilyen nagy testű halakat. Úgyhogy... Nagyon belenyúltunk. Igen, jó, de most várható még szerinted ennél nagyobb hal, és mert most ugye nagyjából 19 kilós volt, amit így fogtam most reggel, és szerinted ezt is tovább lehet itt dönteni? Hát figyelj, bízzunk egy 20 felettiben. 20 felettiben, na jó, hát túl nagyot nem akarok fogni, ugye általában én így nem szeretek egyből nagyon nagy rekordokat csinálni. Úgyhogy a lényeg az, akkor itt leszünk még egy olyan két napot, és majd meglátjuk. Az eső meg van rá. Igen, az eső az most volt, úgyhogy, de a halakra nem volt hatása, úgyhogy meglátjuk, hogy Martin nagyon sokat fog nekem segíteni, úgyhogy nélkül ez nem is jöhetett volna létre, úgyhogy most nem vagy a szponzorom és a hű segítőtársam. Alapozó etetésnél mi most kukoricát, illetve török magyarót akartam mondani, de mindig török magyarót mondok a tigris magyaró helyett. Na mindegy, szóval tigris magyarót használunk, mind a kettőt ugye megfőztük. Otthon főztem meg egyébként ezt a tigris magyarót, hát kellett hozzá egy jó két óra hossz, amire kész lett. Na, de a lényeg, hogy alapozó etetésnek mi most ezt fogjuk használni. Jó, és miért visszük át a másik oldalra amúgy? Hát itt a tó fölött van egy harmadik tó. És itt kapja ez a vizet, tehát itt igen, van egy befolyószerűség, és ide ezt szoktak gyűlni a halak, meg egy fél méterre mélyebb is a víz. Aha, értem, és akkor ezért jó, van ott egy ilyen törés, így és van. Akkor ott mozognak a halak. De eddig ez mutatja is, mert nagyon jól jönnek, úgyhogy értem. Szóval akkor oda bemegy most a kis csónakunk, és ott majd mindjárt kiengedi.
Nagyon szépen megy. Nem sokkal a behúzást követően ismét kapásom lett. De sajnos beakadtam. Ha már másodjára akadtunk be, hogy muszáj bemenjünk megnézni, hogy mi van. Rajta van életem nagy pontja, és most ki kell hozzuk. Beálltam itt, mint Jack Sparrow kapitány, csak bele ne zúgjak a vízbe. De mi van itt, hogy ennyire beakad mindenbe? A végén megint rekordot döntesz. Ja. De nagy, ez is ilyen, te érzem rajta, nagy súlya van. Megpróbálom. Na, fassa. Ez is vált. Akkor ez vált el az előbb. Igen, itt van valami bent, valami zsinór. De sajnos ez a halmenekítés nem jött össze, ugye bementünk csónakkal, hogy kiakasztjuk ott az akadóból, de mire odértünk, elveszítettük a halat, úgyhogy horgászunk tovább és várjuk a 20 pluszosat. Pár perccel később ismét duplán fárasztottunk Martinnal. Kettő volt bent és mind a kettő halm, a másikat most szerelem. Muszáj volt helyezkednünk, hogy össze ne akadjunk. Szerintem ez ilyen 20 minuszos lesz. A halak rendkívül sportosan úsztak. Igazi élmény volt a fárasztásuk. Ahogy megindult, tekeri. Nagyon dolgozik. Azt a mindenit. Csak fitogtatja magát, de ez nem olyan testes. Szeret úszni. Hát igen, a jó helyválasztás, jó csali. Először Martinnak sikerült kifognia egy szép tükörpontyot. Mire jött? Ez a Mouse Base-nek a Red Killer Playboy-ja. Aha, szóval te ilyenekkel szoktál horgászni. Igen, igen. Amiről gyorsan készítettünk fényképet, majd én következtem. Ez is szép pocska. Nézd meg, milyen profi. Kiteríti nekem a halat. Minden. Ha mennyi már kivetted volna a horgot is az állatot. Ja. Ez megint erre jött. Most ez a menü. Úgy látom, ezzel nem is tudom, hanyadikat fogjuk már most. Igen, és ugyanazzal. Igazából nem kellett még cseréljek. Az összese erre jött eddig. A nagy része. Imádom a pontyokat. Na, ez nem tudom, hanyadik volt, de már sokadik. Köszönet Martinnak. A szingli csajok figyelmébe ajánlom, nagyon jó halszakértő, úgyhogy ez most a horgászlányoknak volt célzás, csak úgy megsugom. Martin ismét behúzta a csalimat. Spánin elégedett voltam az új rekordommal, és nem is igazán akartam azt megdönteni. Ő szerette volna, ha fogok egy 20 kg-os pontyot. Most dobtunk be 2 perce, kávé, és dobtunk, húzta be Martin nekem, és már megint, már rajta van. Hát van egy rossz előérzetem, éreztem, hogy valami ez hozzáér. Remélem, hogy nem akadtunk bele megint. Hát jó van, úszik. Hát hihetetlen, hogy most mennyire mennek itt a halak, és nem a picik, a legkisebb is el 6-7 kilós, úgyhogy ez igaz élmény. Tetsz, most. A hal jó erővel úszott. És mikor azon viccelődtem, hogy nem akarom még megdönteni a rekordomat. Majdnem fejem vágtam magam az ólom, mert annyira feszült itt, hogy húzta a hal és kiköpte. Mert pont mondtam, hogy mondom, nekem már nagyobb halat nem akarok fogni annál a 19 kilósnál, és abban a másodpercben, mint egy rám köpte volna a horgot, majdnem fejen ütött az ólom, annyira volt ugye feszülve. Úgyhogy na mindegy, úgyhogy leakadt az a lényeg. Biztosan megsértődött. Ezért legközelebb vigyáznom kell, mit mondok egy hal előtt. Kb. Szerintem most 1 perc telt el csak, ami Martin behúzta, és már rajta is van. Hihetetlen. Martin, te valamit nagyon tudsz, hogy hova kell ezt a cuccot behúzni. Szoktak is téged támadni, hogy valami csodacsalid van meg minden, ugye? De igazából... Sajnos, igen. Ugye? De igazából... Semmilyen csoda dolgokat nem használunk, most simán a Carzoom-nak a csalijait használjuk, igazából ugyanarra jön az összes eddig. Ezúttal sikerült megfognom a legkisebb eddigi pontjom. Amiután újabb kapások következtek. Próbálom most már egy kicsit erőltetni, mert van valami akadó bent, és mindig oda belemegy. De szerintem már megint valami volt akadva, azt is
és mivel az akadó egyre több problémát okozott... Elszakadt. Hát ezt nem hiszem. És mindig a legerősebb halak mennek el, ez is... Ezért úgy döntöttünk, hogy utána járunk. Képzeljétek el, egy halomzsinort találtunk, most itt talán nem adját, hogy mennyi zsinór volt ott bent, de kb. 3 darab ilyen nagyon-nagyon hosszú zsinór volt, ami valószínűleg elszakadt valamelyik horgásznak. Sikerült megtalálni és kiszedni az akadókat jelentő régóta beszakadt zsinórokat, ami után tovább folytattuk az örömteli horgászatot. Martin megakasztotta a 28.000. pontját. Fárasztja. Nagyon jó fárasztó. Nézzük, hogy hagyjuk az apot. Jó csinálom, Martin. Na most nekem is kapásom van. Basztus! Igazi élményhorgászat volt ez a javából, aminél jobbat nem is kívánhatna magának egy horgász. A fénykép elkészülte után Martin elindult, hogy kiakassza az időközben beakadt szerelékét. Hát igen, azért most mondhatjuk azt, hogy Martin szó szerint behúzza magát. Botta. Mert beakadt. Belement ott neki a szigetbe, és most ott próbálja majd kiszabadítani. Na hát így kéne csinálni minden horgásznak, hogyha adott a csónak, hogy be kell menni, és nem innen a partról széttépni, mert akkor nagyon sok zsinór bent lehet a tóba, amiben más bele tud akadni, illetve a hal is, akkor szegény ott tud elpusztulni. Főleg, ha nem nagy hal, és lehet nem tudja letépni magát, mert erős a végszerelék, úgyhogy Martin legyen az élő példa arra, hogy hogyan kell viselkedni ilyen esetekben. Miután Martin követendő példaként kiszabadította szerelékét a sziget oldalán vízbe nyúló akadóból, mindezt esőben. Hát elérkezett a pillanat, hogy most már egy bottal horgászok, mert te még kettővel horgászok, de én egyen horgászok, mert igazából annyira jó helyet talált nekem Martin, hogy folyamatosan jönnek a halak, és ha én fárasztok egy halat, akkor utána neki kell fárasztani a másik botomat, úgyhogy inkább úgy vagyok vele, hogy egy bottal horgászok, szóval elképesztő, szóval ennyi 10 kilós halat én még életemben nem, hogy fogtam, de még látni se láttam. Várjuk a 20 kilósat. Igen, most várjuk a 20 kilósat. Azt hittem, hogy most, hogy már csak 3 bottal horgászunk, kevésbé lesz eseménydús a horgászat a számomra. De az még csak most indult be igazán. Megkérhettek át a szedben most. Mert miután Martin átadta a fárasztást, hogy meg tudja enni a kakaó csigáját. Most a horgász. Hát inkább eszik. Ha ketten fogtuk, akkor a te horgot, te akadsz ki. És a kakaó csigára jött. Egymás után fogtuk a szebbnél szebb 10 pluszos halakat. Hagyadik volt, de sokadik. Az élmény horgászni most itt. Istenem. És fárasztó. Sikerült megtaláljam most a fő csalit. Nagyjából a halaknak olyan jó 80%-át, azt egy darab csalival fogtam, méghozzá ezzel a édes kukorica epres ilyen wafterszel. Ja, és hozzáteszem, hogy egyébként így néz ki. Ez a kis cucc, ilyen narancssárga, meg ilyen sárga színű. És ami a lényeg, egyetlen egy ilyennel körülbelül 9 darabot fogtam, és még mindig jó, semmi baj nincs, úgyhogy nem kellett újra csalizzak, úgyhogy nagyon sokáig bírja. Fárasztásnál számomra mindig az az elsődleges szempont, hogy kíméletesen és jól kifárasszam a halat, hogy a száját ne tépjem szét, és hogy könnyebb legyen fényképet készíteni vele. Ez is megvan. Egyre nagyobbak, de egyre igen, kisebb. Igen, igen, igen. Egyre nagyobbak, de egyre kisebbnek tűnnek. Sok nagy hal látta. Jól ne haragszom, mert nem az én merítőhálommal merítettünk ki. Tudom. Jó van. Nagyon gyönyörű. Jó van, szép vagy. Na, tudja, elfáradt az én. Hát igazi élmény horgászat ez a mai, meg a tegnap is. És még ki tudja, mi lesz holnap. Az élményekkel teli fogások után gyönyörű, szép naplemente köszöntött ránk.
ami narancssárga és lilás színek árnyalataiban pompázva jelezte az est közelettét, amikor is sikerült megakasztanom egy kapitális halat, amiről úgy éreztem, hogy jó eséllyel meg lehet a 20 pluszos. Elég kell húzzam, mert nagyon ide akar menni oldalra. Szép kapás volt, ez biztos. Hát szép kapásot tud csinálni a kis hal is. Nagyon izgultam, de végül kiderült, hogy csak egy jó erőben lévő sporthal. Hát ilyen az, ilyen. Hát itt is vannak sporthalak, amelyek nagyon jól tud úszni. Tényleg azt hittem a súlyából, hogy nem. Na nem baj, az is azért van egy tizen pár kilós. És ismételtem megint, ugye? Megvette, ő az, aki erős, de nem nagy. Szecsapott! Ez a hal, ez mondom. Ez valamit szívott, ugye? Mert, hogy én nem tudom, azért mondtam, hogy ez nagy lesz, mert nagyon úgy. Nézd meg össze, mint a... Ez egy igazi sporthaltól való elköszönés volt, amiután hamarosan megfogtam a nap utolsó pontját. Majd eltettük magunkat holnapra. Nagyon jó úszott. Ügyes voltál. Az utolsó horgásznapunkon napsütéses időre ébredtünk. Minden csöndes és nyugodt volt. Csupán a szélborzolt a vízfelszín törte meg a nyugalmat, miközben a botok arra vártak, hogy bevessék őket. De mielőtt ez megtörténhetett volna, megcsodáltam a közelünkben lévő természet alkotta látnivalót. De ez a legszebb természeti képződmény itt a környéken, de nagyon gyönyörű, hogy le van törve ez a fa, és itt korha, de nagyon jól néz ki. Sétáltunk egyet a faátjárón, majd megreggeliztünk. Jó egészséges kaját teszünk, közben mózsálok egy kicsit dombon. Mivel ez volt az utolsó horgásznapunk, ezért biztosra akartam menni. Így mindkét botomat az eddig eredményesen működő édes kukorica eper wafterszel csalisztam fel, amit ezúttal is a hű segítőtársa Martin húzott be etetőhajóval. Percek teltek el, majd 10 percek. A tegnapi bővelkedő kapások elmaradtak. Mikor már azt hittük, hogy a halak kapókedve teljesen alább hagyott, bő egy óra várakozás után végre jelentkezett az első hal. Martinnak sikerült kifognia a nap első halát, egy 3 kg-os pontyot, ami után hamarosan én következtem. Megakadt van nagyon szép hal, eddig baromi jól úszik, és olyan nagy súlya van, de majd meglátjuk, hogy igazából tényleg mekkora lesz, de eddig ez úszik a legjobban, amit eddig fogtam. Most bentről ugye elkezdtem húzni, vontatni, de nem nagyon akart megmozdulni, és egyáltalán nem rángat, csak nagyon szépen óvatosan megy. Nagyon jól úszik, halál nyugodt, nem ráncigál. Szépen vontatja magát, megy. Kinéz egy utat magának, és ő abban az irányba megy. Úgyhogy ez olyan jó halnak tűnik, de majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó hal. De nagyon szép, a bot az nagyon jól dolgozik. Nagyon megy. Ez dolgozik most legalább az orsó, és pedig meg van húzva. Nagyon jó erőben van. Már legalább úszik egy jót. Jó súlya van neki. Na most, vagy soha. Ez az! Ha-haj! Megvan! Hú-hú. Szép vagy. Jó.
19-11. Már... Abból levonod. Hát akkor nincs, csak ilyen 17. 17 fel. 17 fel, azért már mondom, nem láttam, ez olyan nagy. 18-osat. Na, a 19-es ennél nagyobb volt. Nem, ez is nagyon szép pont. Köszi. Na, engedjük vissza. Na, jó van, úszása. Hát ez is egy nagyon szép kis pont volt. Reggeli pont. Úgy fél órával később Martin ismét megakasztott egy kis pontyot. Akkor ezek szerint van rajta valami szép halacska. Egy kacsa. Egy kacsa. Fogtál egy kacsát. Én majdnem fogtam egyébként egy kacsát. Tegnap reggel azt hiszem, arra szaladtam ki, ugye, amikor csak éppen, hogy behúztuk a szereléket, hogy kapás van, és kacsák nekiúztak a zsinórnak, úgyhogy nagyon jó, intenzív kapást generáltak. Na, mekkora lesz? Sajnos kicsi kicsi? De ebből lehet 10 kilósat csinálni. Ebből lehet 10 kilósat csinálni? Igen? Igen. Na megnézzük, van egy sejtésem, hogy hogy. Na, nézzük akkor azt a 3 kilós potykát. Igen. Egy kicsit közelebb kérni. Közelebbről menjek? Igen. Három. Így most 3. Úristen, na azért durva kilo. 3-10. 3-10 kilós. Azt a mindegy. Na így kell csalni egy hal a fényképezkedésnél. Látjátok? Ezért nem mindegy, hol tartja az ember azt a halat. Durva. Na ezért nem szeretem én azt a fajta fényképezkedést, mert tényleg a kicsi halból is akkorát tudunk vetíteni, hogy inkább tényleg az ember tartsolt maga a teste mellett, és akkor az azt adja vissza, ami amekkorát tényleg fogtunk, és ne verjük saját magunkat is át, mert mi értelme van ennek szerintem. Meg sőt, a másik dolog, hogy úgy sokkal biztonságosabban tudja az ember tartani a halat, hogyha magadhoz közelebb tartod, mint hogyha így elnyújtod magadtól egy fél méterre, vagy egy méterre. Még a halak kapó kedve továbbra is alacsony volt, addig a párommal gyorsan elmentünk egy hintótúrára. Megnéztük a várost, Csipkével a négylábú utasunkkal, majd kimentünk a természetbe, ahol megcsodálhattuk a dombokat, a szőlőültetvényeket, a dombot még egyszer, a fentről való kilátást, Miklós Csabi borászatot, majd visszaindultunk az Ezerjó tóhoz, reménykedve abba, hogy a halak végre ismét esznek. De nem így történt. Hát a tegnapi és a tegnap előtti esti kapásokhoz mértem, most nagyon megálltak a halak, ugye most elég jó kisütött a nap, jó időnk lett, felmelegedés van, és elmúlt ez a borongós, esős idő, és most ennek hatására teljesen leálltak a halak, hogy hát teljesen az azért durva, mert amit látjuk, Martin most a háttérben még most is fárasztja a halat, de ez most azt jelenti az esetünkben, hogy ugye eddig ilyen 5 percenként tényleg lehetett szinte halat fogni, de most olyan nagyjából olyan egy óránként mozdulnak meg. Úgyhogy de egyébként ez most tényleg az időjárásnak köszönhető, vagy itt, vagy ez minek lehet szerinted betudni? Mindenképpen először is szerintem a szél, ami befolyásoló tényező lehet, mert ugye teljesen megfordul. Uh-huh. És most nem ide hátra, hanem a gát irányába terüli a halakat, ami pont az ellenkező irányba van. Aha, és akkor ez ekkora nagy hatása van most így rájuk? Szerintem igen, most letolt a legtöbb halak. Aha. Szóval ennyit jelent, hogy esik a, vagy esik, ha fúj a szél, és másik meg, irányba. Meg esik az eső. Igen, meg ha esik az eső, úgyhogy... Na mindegy, nem baj, én ennek örülök, mert azért... Így legalább lehet pihenni. Lehet közben pihenni, és egy kicsit relaxálni, mert azért a horgászatnak egy alap dolga szerint én ezt szeretem legjobban. Ugye vadászattal ellentétben, hogy itt nem kell annyit sétálni, vagy cserkelni jobban mondva, hanem itt tényleg lehet pihenni. Na nézzük ezt a kis potykát. Amúr. Ne idegesítsél már, mert amúrt eddig nem fogtunk. Hát komolyan most fogsz egy amúrt? Tényleg amúr? Amúr. Hát beszarok rajtad. Itt mondtam, hogy én szeretnék fogni egy amúrt, mert még nem fogtam ilyen nagyobbat, és erre te meg megakasztasz egyet. Az amúr az egyik kedvenc sporthalam, ami hirtelen kitörései miatt igazi fárasztás élményt tud nyújtani a horgásznak. Főleg a part közelében. Hát igen, ez a tipikus amúr mozgás, hogy amikor meglát valamit, megrémulsz, megy. Igen, és ez nagyon jó, ez a legjobb az amúrokból, tényleg ilyen nagyon agresszorok, igazi sporthalak. És ez mire jött most? Ez is a 20 mm-es rákos bolygóra, meglepően. Rákos? Rákos bolygóra. Na.
Igen, hát a amúrok szeretik az ilyen büdösebb dolgokat, úgyhogy... Elérkezett az idő, hogy másodjára is leteszteljük a fáradtságát. Ezért Martin óvatosan fellemozgatta a marsa a merítőhálót. Vigyázni kell, mert ez elviszi a merítőt is, a rosszul merít. Az amúr merítésénél mindig nagyon óvatosnak kell lenni, és nem szabad erőltetni azt. Nagyon jó megy. Na már közben vissza a másikat? Aha, közben meg itt van ennyit erről, hogy nincs kapás. Már legalább felvesszük. És be is rántottam neki. Immár Martin mindkét botján halat fárasztottunk. De ami a lényeg, hogy az amúrt végül sikerült kimerítenünk. Miután sikerült fényképet készíteni róla, gondosan visszaengedtük, majd kifogtam Martin másik halát, ami ezúttal egy kisebb ponty volt. Elérkezett az idő, hogy tovább horgásszak. Mivel én is szerettem volna fogni egy amúrt, ezért egyik csalinak a Carbzoom 15 mm-es Magnetix Body Wafterszét használtam, kolbásztintaha a Robinre dízesítésben, bízva abban, hogy felveszi egy kapitális példány. Másik csalinak a szokásos édes kukorica eper wafterszt raktam egy cem tigris mogyoróval, amit ezúttal vaníliás dipbe mártottam, hogy növeljem a halak gyenge kapókedvét. Na hát most ugye raktam rá ilyen tesztből, hát a fogok én is egy szép amúrt, és ez a kolbásztinta halas piros mini boilit, de kétlem, hogy amúr lesz, meg jó lenne, mert még nagy amúr soha életemben nem fogtam. Szép pont lesz valószínűleg. Nekem nagyon sokszor bement oda a szigethez, és elővettem egy olyan fajta régi módszert, amit tényleg nagyon régen próbáltam ki, és most eddig bevált. Ugye az volt eddig a fő probléma, hogy mindig beúszott oda a szigethez, és én ellenkező irányba húztam. És akkor tudja, hogy bement oda, és most azt szoktam csinálni, hogy mindig ráhúzom a szigetre, és azért is ők meg ellentétes irányba mennek, és így sikeresen el tudom kerülni azt, hogy bemenjen az akadóba. Úgyhogy ez egy jó próba, hogy arra húzzuk, amerre nem akarjuk, hogy menjen, és ez beszokott jönni a halaknál. Na de nézzük most ezt a halat, hogy ugye amit megakasztottam, ez milyen lesz. Kiderül, ha kimerül, úgyhogy ez le is védem gyorsan, ahogy elraboljátok. A Magnetix Boily Waftersre, ahogy sejtettem is, nem amúr jött, hanem egy szép tőponty, ami kellően elfáradt a küzdelem során. Nagyon szép vagy te is. Ilyen szépen úszik el. Hát ilyen az, amikor ki van fárasztva. Ezért érdemes kifárasztani a halat, mert akkor fényképezkedés sokkal könnyebb. Ha nem fárasztjuk ki, csak tépkedjük, akkor ne várjuk el a halat, hogy tartsa a fénykép pozíciót. Nem sokkal később a másik botomra is jött egy hal. Na most felmutatom azt, hogy felé húzom, amerre nem akarom, hogy menjen. Eddig 5-ből 5 bejött. Ilyet. Megint bejött 6-ból 6. Ismét eljött a szigettől. Ezúttal is egy pontyot sikerült fognom, ami olyan jegyekkel rendelkezett, amilyet eddig csak embernél láttam. De látjátok, egy kicsit visszaeresen, érdekes, én halom még nem láttam, hogy ők is tudnak visszaeresek lenni, és közben meg Martin már fogja a halat. Nézd meg, már ott is van, nézd meg, mutasd Martin. Gyorsan visszaengedtem a pontyot, majd miután Martin is kifogta halát, és elkészült a fénykép, az amúrfogáson kívül már csak egy cél lebegett a szemem előtt. Na most már csak egyetlen egy célom van, hogy ezt a 19 kilós pontyot megdöntsem, és fogjak egy olyan 20 kiló körülit, úgyhogy meglátjuk, hogy ez sikerül. Mert most már tényleg rettentő sok halat fogtunk, soha nem gondoltam, hogy ennyi ilyen kapitális méretű halat fogok fogni az életem során. Úgyhogy nagyon hálás vagyok itt Martin barátomnak, hogy ez mind megtörtént. Hol vagy, Martin, eltűntél? Ott menekül a háttérbe, ott van, igen. Az a jóképű srác, aki egyébként szingli, csak úgy elmondanám, úgyhogy egy horgászlány figyelmébe ajánlom. Nagyon remek srác, hogyha fogni akar halat, akkor jó választás a Martin. Csak úgy ezt megmondom, ha akar. Hány lány szeretne halat fogni? Hát nem tudom, majd jelentkezzetek nálad. Martin azt mondta, hogy mivel már vagy 50-szer behúzta nekem itt a csónakkal a szerelékemet, hogy most próbáljam már én is ki. Na most elmondom neked, hogy én egyáltalán nem figyeltem oda, hogy te mit csinálsz. Pedig 50-szer. Jó, hát most akkor magyarázzuk el valami olyasmit. Láttam, hogy itt alulról húztad be, eddig jó? Igen, be kell tölteni. Behúzzuk először. Ide,
Igen. És tedd fel a tetején. Várjál, mert még az is gondot okoz nekem, hogy behúzom. Jó. Ide behúztam, igen. És ezt le kell csukni? Igen, de arra figyelj, hogy a zsinór itt az egynegyedénél legyen, hogy itt ne akadjon fel a... Aha. Jó, és akkor ezt most így kézzel nyomjam le? Így van, és mert tartsd ott. Igen, és utána van valami gombot. Be kell kapcsolni a távirányítót utána a hajót. Aha, és most rászorítottad a zsinót, igen. Jó. Jó. És akkor ezzel most bekap... Fényes gombot, ha átfogadod. Ezt? Merre? Lefelé? Akkor most behúzta a kis kallantyot, és... Ja, és akkor ez most odaszorítja a zsinót, és nem tudja elvágni a zsinót amúgy? Nem tudja, van egy kis rés itt alul, hogyha látszik. Ja, látszik. Összesen kettőt raktál bele, ugye? Jó. Ugye? Számolni még tudok. Jó, utána ezt... És most húzd bele az olmat oda. Azt igen, itt láttam, ide beleraktad az aljába. Igen, viszont ezt a zsinórt... Azt is meg kell, hogy igen, hogy ne gubanclódj oda, igen. Ide rá is nyomja meg kicsit. Így, oda, nagyon jó. És akkor ezt a másik oldal. És akkor ide fektessem, igen. Már amikor ezt így leengeded, ezt lerántja, ez meg mivel egy kicsit lebegő, ez meg fennmarad, és akkor nem tud összetekeredni. Jó, és akkor ennyi, igazából készen vagyunk. Készen van. És utána már csak be kell engedni. Vízre kell tenni. És kész. És nyomsz egy gázt. Na. És akkor meg kell lökjem, mert azt is úgy látom, hogy meglökted egy kicsit. Meglökjük, adunk egy kezdő lökés neki. Na, és akkor ezzel kell irányít. Hát ez nem is olyan nehéz, ez olyan, mint egy játék. Aha, és akkor ez a gáz. És engedheted az... Ja, hogy ő automatikusan megy. Aha, és ez most ez a csutka gáz. Így van, egy gázállás van. Életemben most először irányítottam etetőhajót, amit valójában nagyon élveztem. Nehogy neki menjünk a partnak, jaj, de izgulok, várjál. Miután sikerült behúznom a szerelékemet, várakoztunk az első kapásra, s abban reménykedtünk, hogy sikerül megfognom életem első 20 pluszos pontját. Na nézzük, hogy 7-ből összejön, hogy ne menjen be a szigetre. Ugye eddig 6-ból 6 már összejön. Nézzük, ez is megállt egyenlőre. Marti nevez. Sajnos a 7-ből 7 nem jött össze, most bement a szigetre. És mehetünk be csónakkal. Nem tudtuk, mekkora hal van a horgon végén. És mivel nem akartuk megijeszteni, hogy letépje magát, ezért óvatosan közeledtünk az akadóhoz. Miközben én folyamatosan spanoltam a zsinort. Majd mikor sikerült elég közel érnünk, Martin a csónak végébe ment, hogy onnan próbálja kiszabadítani a zsinort. Mikor? Lesz, nagyon alatta van. Hoppá, na és most kiakadt. Ennyi kellett. A mentőexpedíció sikeres volt, de a halfárasztás még csak ekkor vette kezdetét, ami csónakból nem is olyan könnyű, mint azt gondoltam volna. Pláne, ha egy kapitális pont van a horgunkon. Hát érdekes így fárasztani halat csónakból, mert össze-vissza húzza. Teljesen bejött a sziget. Igen. Most nem jött be a taktikára. Most nem jött be, hát, de azért a 6-ból 6 összejött, a 7-ig is sajnos ez nem fordítja a csónakot. Össze-vissza húz, na most kitekeri a kezemet mindjárt. Gyere már, nem erre léci, na most meg kell fordulja. Ott van, szép kis pont lesz ez. Ez is egy jó élmény egyébként, így még soha életemben nem fárasztottam pontja csónakból. Ezen is túl leszünk ma. Hát egy 30 métert már igen elvitt, és már itt vagyunk a sziget mögött teljesen. Még a kamera egy kicsit nagyít, úgyhogy másképp mutatja, de már ott vagyunk mögötte. Szépen dolgozik. A hal szó szerint forgatta a csónakot, majd egy parton lévő akadót tűzött ki célul, amibe ha beleúszik, akkor nagy eséllyel letépheti magát a horogról, amit nem szerettem volna. Nagyon itt vagyunk, ma gajnától féltem, ezért akartam csak bejelmenni, mert félek, hogy belemegy. Ez az. Megfogtuk. Hát ezt nem hiszem. A nagy küzdelem volt. 10 kiló feletti. Csónak nem volt. Sokan múlt, hogy bemegyünk. Igen, itt nagyon vigyáztunk, nehogy belemenjünk itt a fába. Hú.
Ez volt eddig a legizgalmasabb az összes közül. Meg mindjárt beleesik Martin, és az is egy jó látvány lesz majd. Ezt ki kell emelni, és egy kézzel nem bírom meg emelni. Igen, azt akarom. Megvan? Oké. Martinnal közösen összehoztuk. Nélküled ez nem jött volna. Össze nem sikerült volna kimenekíteni. Igen, csapatmunka volt. Jó, van, nagyon szép vagy. Az izgalmas fárasztás után elérkezett az idő, hogy megdöntsem 19 kg-os rekordomat, mert sikerült megagasztanom a tó egyik legnagyobb pontját. Nagyon megindult. Valami szép kis potyka ment rá. Hát így naplementében ez nagyon szép a fárasztás. De először elindult balra, aztán jobbra, de semmit meg sem mozdult, csak úszott, mint egy darab fa. Most kezdett itt kint dolgozni. Nem tudom, milyen a hal van rajta, mekkora, mert még nem láttunk belőle semmit, de elég jó bújjázik ott a víz. Mindjárt kiderül. Az igen, hogy húzza. Pedig a féken nincs gyengítve semmi. De nagyon jól úszik, oda néz, hogy tépi. Biztos van neki súlya, mert azért... De a hosszú fárasztás után sajnos... Szomorú vagyok, leakadt. Pedig ez volt eddig a legszebb pontjunk, úgyhogy lehet megsikerült volna dönteni a 20-ast, de így jártunk. És láttuk egy pillanatra a hátát, jó vastag háta volt és tükrös, és ennyi. És állítólag ebbe egy nagy ilyen tükrös van, ugye? Van több is, de van egy jellegzetes, ami 25 kiló felett van, úgyhogy... Úristen, de jó, ne is mondd inkább. Na nem baj, így is jó volt, úgyhogy ez van. Volt egy érzésem, hogy le fog akadni egyébként, tényleg. Bevonzottam, ez az én hibám. Na jó, így jártam. Még egy órát horgászunk, mert most már lement a nap, aztán utána pihenünk. Itt létünk utolsó órája következett. S én úgy gondoltam, hogy ez alatt az idő alatt biztosan nem fogunk 20 pluszos pontyot. De tévedtem. Oda néz, azt a mekkora... Hát, Martinom, de azért megfogás se volt egyszerű, majd elmondjuk utána, először nézzük meg, hogy... Megpróbálom. Ez hatalmas nagy. Ezt el se kell emeld magadtól, ez anélkül is hatalmas. A kamera ezt nem fogja visszaadni sajnos, de... De ezért ne, mindegy, nem baj. Gyönyörű szép. Ez egy hatalmas nagy harcsa. Vagy harcsa? Pontja. Érdemel egy kicsit. Gyönyörű szép. Na most nézd meg, alig fér bele a pontybölcsőbe. Na mindjárt megnézzük mekkora egy. Hát ez egy 25-ös, ha így ha nézem. Más felett levonunk, a 25 kilós. Na hát gratulálok, ez egy nagyon szép. Ja, igen, együtt fogtuk végül is. Így van. Megérte kiköltözni. Hát azt hiszem, megérte várni igazából, úgyhogy gyönyörű szép, a komolyan mondasz. Élmény, ekkora halat életemben nem láttam. Jó, van, engedjük vissza. Gyönyörű szép volt. Hihetetlen mekkora. Rossz irányba mész te. Amarra ússza, oda. Jó, elmegyek. Elúszok, már megy is el. Köszi, hogy itt voltam. Hát ez... Jaj, basszus, majdnem belementem a vízbe. Na szóval mondjuk egy gyorsan, hogy is fogtuk meg. Na szóval ugye bent beszélgettünk a faházba. Volt egy laza kapás. Nagyon laza kapásod, de tényleg, igen. És aztán beakadtál, ugye? És akkor mi is lett, ugye... Rá kellett mennünk csónakkal. Igen, bementünk csónakkal. Először az oldalon volt beakadva, aztán majd hal is. Igen. Két helyről kellett kiszabadítani. Igen, mert kiszedtük, ugye egy nagy fagaj volt benne. Igen. És akkor ugye azt hittük, hogy leakadt a hal, de aztán mondta, hogy hoppá, várjál, mert még ott valami húzza lefelé. És akkor kiszedtem a fagajat, nagy nehezen kigoboztam, és akkor utána ott bent láttuk, hogy mekkora hatalmas hal van, úgyhogy ez egy közös siker, de egy igaz élmény, úgyhogy hogy igen, köszönöm szépen én is ezt az élményt, mert szerintem itt ezzel zárul is ez a kis filmünk.
mert már én sem tudtam nagyobbat fogni. Igaz, hogy még bent van az egy, de kb. Még 10 perc van, úgyhogy az ördög sosem alszik, reméljük, hogy még addig jön. Még de ha nem, akkor ez így is egy hatalmas élmény volt. Még egy 26 kilós. Ja. Nem akarok akkor átfogni egy ilyen. Jó. Másnap véget ért a horgásztúránk, s miután összepakoltunk, elbúcsúztunk Martintól, s hazafelé vettük az irányt. Elégedetten, hisz gyönyörű szép halakat fogtunk, és sikerült megdöntenem a régi pontyrekordomat. A filmben a kárpzum csaljait használtam. 3,9 méteres kirokkó kárp horgászbotot, Marshall VIP merítőhálót, Satellite 301 elektromos kapásjelző szettet, Bulldog Flow Monofil horgászsinort és Aurand Fonot előke zsinort.